Esti gyors. Átadták, hát nem éppen a belügyminiszternek, hanem egy irodavezetőnek azt a petíciót, amelyet a történelem tanárok egylete, a civil közoktatási platform, és rajta kívül még rengeteg egyesület, civil egyesület állított össze, és hát ennek a címe egyébként az volt, hogy érdemi tárgyalást az elbocsátott pedagógus kollégák visszahelyezését, 18 ezeren írták alá. Itt van velünk Miklósi László, a történelem tanárok egyletének elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nem voltak nagyon díszesek az átadás feltételei, de hát legalább fogadták önöket, és remélhetjük, hogy ez a dokumentum eljut a belügyminiszterhez. Egyébként volt ugye egy másik csomag is, mert Pintér Sádor nehezményezte, hogy önök meg a tanárok általában csak kifogásolnak minden, de ötleteik nincsenek a jövőre nézve. Hát ez a csomag tartalmazza azokat a kiadványokat, amik csak a jövőről szólnak. Hogy folyt az egész? Hát jelképes helyről indultunk, Eötvös József szobrától, ugye az első magyar vallás és közoktatási miniszter szobrától, aki mindenképp az egyik legjobb, szerintem talán az eddigi legjobb oktatási miniszter volt, és egyébként ugyaninnen indult a rendszerváltás legelső tanártüntetése is. Na, innen úgy gondoltuk, hogy pár lépést teszünk meg a minisztérium főbejáratáig, ám de egy hátsó bejáratnál vártak minket. Arra nem lehet ok panaszra, hogy beengedtek az épületbe, volt egyébként olyan lap, amely csodálkozva írta, hogy beengedtek minket az épületbe, korrekt volt egyébként a hangnem, tehát minthogyha komolyan lehetne itt venni ezt az egészet, de azért az jelzésértékű amellett, hogy itt egy hátsó bejáraton szokták átvenni ezeket a petíciókat, a milyenket is, hogy hát nagyjából a miniszter szintje alatt kettővel lejjebb volt az a tisztviselő, aki ezt átvette. És amikor jeleztük, hogy mi ezt a miniszter úrnak hoztuk, akkor hát kiderült, hogy majd a Maruzsa úr meg fogja ezt kapni, és majd válaszol rá. Mivel mondtuk, hogy hát ez nagyon derék, de azért miniszter úr reményeink szerint tudni fog erről, mire mondta, hogy nyugodjunk meg, fognak egyeztetni. Úgyhogy körülbelül így történt a dolog. Számomra egyébként hírértékű volt az az információ, hogy a miniszter urat érdekli a közoktatás. A pénteki rendezvény után erről nem voltam meggyőződve. Hát ő azt mondta, azért, hogy a kedves hallgatóknak is ez egy új üzenet. Hát nézzük, hogy mi lesz ezután. Illetve amikor rákérdeztem, hogy mikor kapunk választ, akkor az hangzott el, hogy az igazgatási szünet után 30 napon belül, tehát vagy január végén, vagy február elejéig kéne erre választ kapni, de hát azért remélhetőleg előbb kapunk választ, hát nyilván az lesz a kérdés, hogy mit tartalmaz ez a választ. Biztos nem értek hozzá, de én nem nagyon értem, hogy az igazgatási szünetnek mi köze van ahhoz, hogy a belügyminiszter elolvas-e bármit és reagál erre. De kettőnek hát, nincs összefüggése. Erről ne engem kérdezzen. Nem kérdeztem, csak mondtam, hogy nem értem a dolgot. Bocsánat, ketten vagyunk. Jó, akkor még egy kérdést engedjem meg. Volt a előző mondataiban egy olyan, hogy mintha komolyan lehetne venni ezt az egészet. Tehát, hogy elolvassák, válaszolnak, törődnek a dologgal, de ez értelemszerű önökre is vonatkozik. Tehát, mint a ketten játszanának szerepet. Őt úgy tesznek, mint a komolyan lehetne venni a hatalom érdeklődését, ők meg úgy tesznek, mint a komolyan vennék önöket. És ez egy nagyon, nagyon furcsa dolog. Ez így van. Egy ilyen helyzetben az a kérdés, és erről beszélünk egymással a kollégák között egyre többet, hogy milyenkor a helyes teendő. Én azt gondolom, hogy egy szakmai szervezet, mint például a mi egyesületünk, a Történelem Tanárok Egylete és az aláírók közül többen is, szakmai egyesületek, pedagógus egyesületek, nem nagyon tehet mást, mint hogyha szükséges, akkor felemeli a szavát a szakma a gyerekek érdekében és a kollégák érdekében, és igenis tárgyalásra hívja, követeli a tárgyalást a döntéshozóktól. Nekünk mindent meg kell ezért tenni, hogy ilyen helyzetbe hozzuk őket, és a jelek szerint
miközben más helyzetben nem állnának szóba velünk, egy ilyen helyzetben mégiscsak partnernek kell, hogy tekintsenek. Köszönöm szépen, további jó estét! Jó estét kívánok! Minden jót kívánok! Miklóssy Lászlót hallották, a Történelem Tanárok Egyletének elnökét.